Sziasztok, Mónikové vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai műsorban egy igazi ínyentséget hoztam el nektek. Amerika és Anglia után idén is megrendezésre kerül egy swinger fesztivál. Szeretettel köszöntöm a mai műsorban a Hazai Swinger Egyesülettől Orsit. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást! Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Az lenne az első kérdésem, hogy mi az a Swinger Fesztivál, és hogy jött az ötlet, hogy Magyarországon is rendezzetek egy ilyet? Mindenképpen valami olyan eseményt szerettünk volna létrehozni, ami egyedi és különleges, és Európában egyedül Angliában kerül megrendezésre hasonló típusú esemény, ami tulajdonképpen annyiból más, mint akár mondjuk a nyaralóhelyeken biztosított programok, hogy igyekszünk a szexuális fejlődésre, illetve a tartalmasabb programra, a közösségépítésre is nagyobb hangsúlyt fektetni, és nem elsősorban csak maga a szex a fókusz. Hol kerül megrendezésre? Nagyon nehéz volt helyszínt találnunk az idei évben, de sikerült, azt gondolom, hogy a tökéletes helyszínt megtalálnunk. Budapesttől nagyjából 25 kilométerre egy 4 csillagos wellness hotelnek a teljes komplexuma áll rendelkezésünkre az idén. Hát azért ez biztos, hogy nem volt egyszerű egy ilyen helyszínt találni, már csak hogy elmondtad, hogy lesz ez a helyszín, tehát gratulálok hozzá. A főnökségök különben hogy fogadták? Ők is részt vesznek a rendezvényen? Azt majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek ilyen szinten nyitottak. Egyelőre annak nagyon örültünk, hogy nem túl lelkesek voltak, mert annak is már a negatívumát megtapasztaltuk, hanem ez a lazán, de azért kicsit azért közömbösen és távolságtartóan fogadják, viszont mindenben rugalmasak, úgyhogy ezt nagyon köszönjük nekik. Szerintem a szép lányok meggyőzőek lesznek majd rájuk is. Hogyan tudtok megteremteni egy homogén környezetet egy ilyen fesztiválra? Nagyon konkrétan, tehát nagyon komolyan ellenőrizzük a tagjainkat is, ugye itt a Hazai Swinger Egyesülettel szervezzük mi ezt a fesztivált, és hát itt a résztvevőket is nagyon komolyan megszűrjük, ez egy videóbeszélgetés során történik, mert szeretnénk, hogyha valóban a mértékrendünkkel megegyező, mind higiéniában, mind megjelenésben, mind gondolkodásmódban hasonló férfiak, nők lennének jelen a rendezvényen. Hogyha valaki mondjuk olvassa az interneten, hallgatja ezt a műsort, és úgy gondolja, hogy érdekli ez a dolog, és el is fog menni, akkor mit kell tudnia róla, mit biztosítotok egy résztvevőnek? Mindenki kap egy welcome csomagot, aminek része több ószer, lepedő, mivel ökotudatos rendezvény vagyunk, kapnak kulacsot, stb. Természetesen a helyszínen is több ponton magához a swinger hangulathoz, illetve a küzdőtereknek a felszereltségéhez hozzátartoznak a lepedők, az óvszerek, a sikosítók, játékszerek, ezek mind rendelkezésre állnak, de természetesen lehet hozni saját eszközt is. Milyen küzdőterek lesznek? Mind kültéren, mind beltéren alakítunk ki küzdőtereket. Kültéren sátor alatt, de egy kicsikét nyitottabban. Beltéren 2 nagyobb termet alakítunk át, illetve lesz lehetőség arra is, hogy úgynevezett zárt szobákat vegyenek igénybe a vendégek, ahol kicsit privátabban, kisebb társasággal tudnak elvonulni. Így meg tudjuk teremteni azt, hogy ahol alszanak, az tiszta maradhasson. Én olvastam ugye az interneten, hogy Amerikában volt olyan rendezvény, ahol mondjuk próbálták úgy összeszedni pontosan a dolog homogenitása miatt, hogy ha valaki mondjuk különböző anyagi budgettel rendelkezik, akkor ne legyen problémája. Tehát Amerikában úgy volt, hogy egy alapcsomag volt mondjuk a 4 napra $250, egy exkluzív volt mondjuk $1300.
Nálatok ez hogyan működik? Hogy van egy fix ár, amit mondjuk befizettek, abban mi van benne, aki megérkezik, annak szállást segítetek gondolom találni, vagy az bent van a hotelba? Ez lenne még a kérdésem. Maga a fesztivál jegynek az ára, az egy ár, tehát az mindenki ugyanannyiért kaphatja meg, annyi, hogy a saját VIP tagjaink ők kapnak kedvezményt, de alapvetően, amiben meg tudjuk különböztetni, az az, hogy milyen szállást vesznek igénybe. Természetesen, aki a négy csillagos hotelben egy szállodai saját privát szobát szeretne, az mondjuk a legdrágább kategória, de lehet érkezni sátorral, lakókocsival, a környéken több panzió van, ahol szintén azért lefoglaltunk szállás helyeket biztonság kedvéért, de mivel közel van Budapesthez, igazából akik Pestről érkeznek, akár könnyűszerrel haza is mehetnek azért, hogy aludjanak. Valaki, hogyha mondjuk 4 napig akarod bulizni. Dress code így kimondottan nincsen napközbenre, alapvetően naturista eseményként hirdettük, tehát lehet akár egész nap mesztelenkedni is. Esténként vannak tematikus bulik, amikre viszont majd jelmezeket várunk, ezeket előre minden résztvevőnek meg fogjuk küldeni, hogy pontosan mit, de egyébként alapvetően, amit egy nyaralásra bárki vinne, azt hozza magával, illetve a swinger alapvető dress code-ja, ugye alapvetően a szexi rucik, úgyhogy azokat a hölgyek kimondottan készülhetnek ezzel, és azt tudnak hozni. Lesz mondjuk olyan elegáns parti, hogy a férfiak jelenjenek mondjuk meg este fehéring, akár nyakkendő, zakó, a nők pedig mondjuk valami kis tűsarkú, szexi ruciba. Így van, ugye a swinger eleganciáját azt mindenképpen szerettük volna azért behozni, úgyhogy az esti tematikus programok azok kimondottan elegánsabb vonalat képviselnek, míg a helyszín másik felén, meg pont a nyári laza hangulatot képviseli a medence körüli parti, úgyhogy itt én azt gondolom, hogy mindenki, aki szeretné jól érezni magát, megtalálja majd a különböző színtereket és különböző programokat. Én voltam Kápdásban nyaralni, Dél-Franciaországban, ebben a swinger paradicsomban, és ott úgy volt, hogy mindenkinek kötelező volt egy kis törölközött magával hordania, hogyha étterembe akart menni, akkor ruha. No, viszont a törölköző ugye a higiéniai szabályok miatt, hogy ahova leülünk, ugye az tiszta maradjon. Nálatok a swinger alapszabályai érvényesülnek-e? A swinger alapszabályai abszolút jelen lesznek, és ezt be is fogjuk tartatni nagyon szigorúan, viszont maga a dress code azért az nem lesz ilyen szigorúan véve. Egyedül a szálloda kérte azt, hogy az étterembe ott öltözünk fel legalább egy bikinibe, hiszen hát hogyha bejön bármilyen olyan ellenőrzés, aminél ott azért mesztelen embereket találnak ételek közelében, akkor ott az nem biztos, hogy itt Magyarországon ez annyira... Szerintem lehet tetszene nekik. Végre valami. Igen. De alapvetően ugye ennyiben különbözik talán. Itt is lehet élni a naturizmussal, de nem kötelező elem az, hogy mindenki mesztele legyen. Mi azt szeretnénk, hogy mindenki szabadon érezze magát. Én azt gondolom, hogy a szabadsághoz az tartozik hozzá, hogy abban vagyok, amiben jól érzem magam. Az esti partiknál ott megvannak egy-egy kötelező eleme itt a jelmezekkel, ahol kérjük, hogy a bizonyos típusú jelmezben vagy ruhában jelenjenek meg, de az esemény többi részénél nincsen ilyen kötelezettség. Mi történik akkor nálatok, tehát azt elmondjátok-e az újonnan odalátogatóknak, hogyha egy mondjuk lány vagy egy pár nem akar valakivel együtt lenni, akkor azt hogyan kell jeleznie, hogy most bocsánat, nem szeretném. Milyen jelek vannak erre, valami tipikus megoldások, akár esetleg karszallag? Karszalagot mi nem fogunk ilyen esetre bevezetni, mert nem szeretnénk megkülönböztetni az embereket. Az etikett, meg a szabályrendszer, hogy minek kell megfelelni, az egyrészt fönn van a honlapunkon is, másrészt pedig minden érkezővel papíron kinyomtatva aláírattatjuk átolvasás után. Természetesen rengeteg önkéntessel dolgozunk együtt, akiknek a feladata az lesz, hogy a helyszínen odafigyeljenek az emberekre, betartassák a szabályokat, de szerencsére, hogyha a tavalyi évből indulunk ki, akkor erre nem került sor, hogy bárkire rá kellett volna szólni. Pont emiatt van a szűrés, az ellenőrzés, hogy valóban már olyan emberek érkezzenek meg, akiknél ez kevésbé jelenthet problémát, mert kultúráltak. Mi van akkor, hogyha esetleg mégis probléma lenne valakivel, mondjuk kicsit sokat inna, vagy
vagy egész egyszerűen csak nem odavaló, van-e biztonsági ellenőrzés, security, aki figyeli az embereket és a biztonságot. Igen, tehát folyamatosan van, és azonnali kitiltással jár, hogyha bármilyen szabályszegés történik, úgyhogy nem éri megkockáztatni, azt gondolom, mert érdemes maradni végig a rendezvényen. Mi a helyzet a helynek a diszkréciójával, mondjuk a mobiltelefon használatot engeditek-e, lehet-e kamerát bevinni, akár fotó, akár videókamerát, hogyan tudjátok azt biztosítani, hogy ami ott történik, az bent is maradjon, tehát semmi ne kerüljön ki. Azt gondolom, hogy itthon, hogyha valaki jár rendszeresen swinger klubba, akkor ahhoz hozzászokhatod, hogy a telefont ugye nem szabad bevinni. Próbáltam utána nézni annak, hogy külföldön milyen problémák merültek föl hasonló típusú rendezvényen, és pont amit te említesz, tehát ez a kikerültek fotók, és ebből lett később probléma. Éppen ezért ezt már tavaly bevezettük, hogy a mobiltelefont kötelező leadni az információs pultnál, tehát tulajdonképpen az egész rendezvény ideje alatt nem lehet maguknál az embereknek a telefonja. Egyedül akkor vihet meg a telefont, ha ez egy buta telefon, tehát nem tud fényképezni, nincsen kamerája. Bármikor ki lehet menni az információs pulthoz telefonálni, illetve van egy ügyeletes telefonunk, amit családtagok, bárki el tud érni, természetesen diszkréten kezelve azt, hogy kit hívnak. És azt gondolom, hogy tavaly évben ez nem csak amiatt volt nagyon-nagyon pozitív, mert valóban nem került ki semmilyen felvétel, hanem amiatt is, hogy az emberek ki tudtak tényleg kapcsolódni, hiszen a szokásos, állandóan a telefonunkhoz nyúlunk megszokott rutin helyett mindenki egymásra figyelt, és emiatt a közösség tényleg még bensőségesebb tudott lenni. Milyen programok lesznek? Nagyon, nagyon sok színes program. Ezt igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy tényleg mindenki megtalálja a számítását. Ez a helyszínnek a különböző szintere is adnak segítséget. Tehát ahogy említettem, egyrészt a kültéri medencéknél ott egész nap egy ilyen pool party hangulat lesz, DJ-vel, koktéllal, jacuzzikkal. Emellett van egy nagy terem, ahol színpad van, ott napközben különböző színpadi előadások, beszélgetések zajlanak majd, illetve hát esténként ott lesz ezek a tematikus bulik, amiket említettem. Ezen kívül vannak workshop termek, ahol napközben különböző interaktív előadások, workshopok lesznek, itt a tantrikus programoktól egészen a szexuális fejlődés szolgáló különböző témák, programok valósulnak majd meg. A helyszín adta lehetőségeket is kihasználjuk, úgyhogy itt például van egy teljes wellness részleg, saját szaunamesterünkkel, aki egész nap szaunaszeánszokat tart, több masszőrrel, ott beltéri medencével, sószobával, tehát én azt gondolom, hogy mind a kikapcsolódás és nyugodt légkört, mind pedig a buli hangulatot megtalálja mindenki, aki érkezik hozzánk. A küzdőtereket pedig már említettem, hogy még ugye ez az utolsó tér tulajdonképpen, ami rendelkezésre áll majd a vendégeknek. Tavaly mondtad, hogy már megrendeztétek ezt a fesztivált. Tudnál nekem mondani valami érdekes történetet, ami mondjuk tavaly történt, ami mondjuk kicsit szórakoztató? Több ilyen elem is volt, és pont a tavaly évi tapasztalatból kiindulva az idei évben sokkal több játékot fogunk bevinni, mert tavaly is azok a programok ütöttek igazán, ahol egy kicsit a közösséget építettük, és ilyen csapatépítő jellegű történések voltak. Például volt olyan, hogy megszavazták, hogy korbácsoljanak meg engem, úgyhogy fölránci behettek a színpadra, és na jó, annyira nem kellett rángatni, de fölvittek a színpadra, és letépték rólam, ami rajtam volt, és fel lehetett jönni szabadon az András kereszthez, ki voltam kötözve, fel lehetett jönni szabadon megkorbácsolni, de volt például sikosítós birkózás medencében. Itt ugye mindenki szurkolt, és iszonyatos hangulatot teremtett. Sokkal nagyobb hangulat volt, sokkal nagyobb ováció volt, mint akár mondjuk a Csippendélsón, vagy az egyéb ilyen látványos programon. Hát igen, szerintem az minden férfére izgató, hogy a helynek a szervezőjét, a főnök azt, hogy szedjük szét, és erőszakoljuk meg, amit mondjuk hagy. Bizonyos szintig. Az lenne a következő kérdésem, hogy hogyan kerül bele egy fiatal hölgy ebbe az egész világba? Honnan jön az ötlet, hogy szervezzen egy swinger fesztivált? A fiatal köszönöm. Én alapvetően rendezvényszervező vagyok, úgyhogy ez azért nem állt távol tőlem. Az Egyesületet barátainkkal közösen alapítottuk tavaly évben, és szerettünk volna létrehozni egy olyan egyedi eseményt, ami a közelben nincsen, ugye Angliában van a legközelebb ilyen típusú esemény,
És tulajdonképpen, ami nagyon nagy ereje ennek az eseménynek, hogy több napig ugyanazok az emberek vannak együtt. Ugye, amit említettél Capdagon is, ott bárhova mész, mindig másokkal találkozol, mindig új emberekkel. Itt viszont ugyanazok az emberek töltik együtt 4 napig az időt, úgyhogy egy kicsit ilyen tábori hangulat lett tavaly is a végére, és nagyon összekovácsolódott a csapat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan egyedi esemény, ami egyébben csak egyszer van, tehát kicsit elérhetetlenebb, mint akár egy klub buli, vagy egy privát buli, amire évközben járunk, ide pedig egy évben egyszer elmegyünk. Én úgy gondolom, hogy maga az intimitás az, hogyha az emberről lekerül a ruha, azzal oldódnak a gátlások is mindenféle tekintetben. Például mondtad, hogy Capdásban nem, de én is ugye járok így bizonyos helyekre, és ugye megfigyeltem, hogy az alaptársaság az ugyanolyan, az ugyanaz. Tehát végül is hasonló arcok vannak, és akkor abba jönnek ugye friss arcok is. Tehát végül is ez mindenhol így működik szerintem. Vannak-e olyanok, hogy szövődnek szerelmek, új kapcsolatok? Ugye nagyon sokan küzdenek a párválasztással szerintem, hogy hol találjak magamnak párat, esetleg egy ilyen rendezvény is szerintem lehetőség lehet arra, hogy egy nyitottabb kapcsolatra találjunk párt. Járnak-e, vagy voltak-e nálatok házaspárok? Ugye a Swinger alapvetően a párokról szól, igen, a pároknak a játszótere, úgyhogy elsősorban azért 80%-ban párok lesznek jelen a rendezvényen, és 10-10%-ban szóló férfiak, szóló hölgyek. Természetesen, akik alapvetően olyan típusú kapcsolatra vágynak, ami kicsit nyitottabb, azoknak érdemes ebben a világban keresniük maguknak, de nem, nyilvánvalóan nem kimondottan partnerkeresés azért a cél ezen a rendezvényen. Mit csináltok akkor, hogyha mondjuk túl sok fiú jelentkezik? Hogyha túl sok swinger fiú fog jelentkezni, mert ők be akarják magukat vetni, mint fiatal bikák, és ki akarják élvezni a helyzetet. Ebben az esetben hogyan tudjátok az egyensúlyt fönntartani? Nagyon egyszerű, ugye a helyszínen nem lehet jegyet vásárolni, tehát mindenféleképpen előregisztráció szükséges, így meg tudjuk húzni a határt, hogy mennyi férfi tudunk beengedni, és ahogy elmondtam, ugye őket ellenőrizzük is, tehát igyekszünk tényleg a legkulturáltabb férfiakat beválogatni majd ebbe a körbe, és nőket ugyanúgy, azért a szűrés megvan minden két oldalon. Vannak-e meleg párok, esetleg leszbikus párok, esetleg transzvesztitek, transzszexuálisok egy ilyen rendezvényen, vagy pedig az a nagy tapasztalat, hogy általában csak heteropárok érkeznek? A swinger társadalom alapvetően nagyon elfogadó, de azért azt látni kell, hogy a mi életmódunk az nem egy genetikai döntés, tehát ez egy döntés igazából, nem pedig a genetikán múlik. Éppen ezért valamilyen szinten azért mégiscsak elkülönül ez a kör. Biszexuálisok szoktak inkább jelen lenni, én melegekkel még nem találkoztam swinger eseményen. Milyen Orsolyának a magánélete? Jelen pillanatban van-e párkapcsolatod, gyerek, hogyan viszonyulnak a barátaid ahhoz, hogy te vagy olyan szervezője, a nagyasszony ennek a rendezvénynek? Maradjunk az Orsnál, az Orsolyát, ja. Nem, amikor szigorú valaki, akkor szokta használni. Bocsánat, nem vagyok. Én jelen pillanatban egyedülálló vagyok, bár párkapcsolatban kerültem bele a swinger világba, de itt ragadtam. Van több gyermekem, úgyhogy én egyébként egy nagyon boldog és kiegyensúlyozott életem van, ami mellett tulajdonképpen kiegészül az életem, és teljessé válik az életem. Nyilván maga az, hogy a szervezési részét eltettem, az a szakmámból is jött, illetve az alap lelkesedésemből, és az, hogy egy energiabomba vagyok, és igyekszem minél több mindent megvalósítani az életemben. Neked a szexualitásod mondjuk kiskorodtól fogva ilyen túlfűtött volt, mondhatjuk azt, hogy arra váltál, hogy bevessem magam a tömegbe, és szedjenek szét, vagy pedig ez mondjuk a házasság alatt alakult ki, mert sok olyan esetről hallok, több olyan amerikai pornosztárt ismerek, aki boldog házasságba élt, és egyszerűen csak azt mondom, hogy nekem ebből elegem van, és akkor most élni akarok, és befutott pornosztárok lettek. Hogy ez nálad hogy lett?
Hát én is egy hosszú és boldogtalan házasságban éltem, és én tulajdonképpen a válást követően, azért 19 év együttlét után, a válást követően találtam egy olyan férfit, akivel már boncolgattuk viszont a határokat, és így találtam rá a swingerre. És akkor jelen pillanatban aktív résztvevője abszolút vagy te is, mint ahogy elmondtad, hogy hagyod, hogy kirakjanak a keresztre, és... Alapvetően nem szeretek nemet mondani semmire. Ez nyilván nem feltétlenül igaz, de hogy mindent, amiben kicsit úgy bulit látok, azt is szeretem megvalósítani és kipróbálni. Úgyhogy igen, én is aktív résztvevője vagyok ennek a világnak. Hát ez szerintem nagyon jó, nagyon gratulálok az ötletedhez, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok hozzá. Kedves Orsi, lenne valami, amit még elmondanál esetleg a nézőknek és a hallgatóknak a fesztivállal kapcsolatban? Ami talán még kimaradt, az az, hogy várjuk szeretettel a kezdőpárokat is, ugyanis nagyon sok olyan program van, ami felkészít ezekre az eseményekre, és abszolút ki tudjátok kerülni a durvább és orgiákkal teli közeget is. Tavaly is nagyon sok kezdőpár volt, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy gyertek, érdeklődjetek nálunk, kérdezzetek, és hát Mónik, téged is szeretettel várunk a rendezvényen. Köszönöm szépen! Nektek meg nagyon szépen köszönöm a figyelmet, várjuk a kérdéseiteket, SMS-eket, e-maileket, mindenkinek válaszolni fogunk. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!